Szeretettel és örömmel köszöntöm a gyülekezetet, hálás vagyok azért, hogy együtt lehetünk újra, és közöttetek nyithatjuk meg az Isten igéjét. A Máté Evangélium a 24. fejezetében egy jól ismert szakaszt szeretném, ha alapigeként elolvasnánk. Máté Evangélium a 24. fejezet 45. versétől. Ki tehát a hű és okos szolga, akit azért rendelt szolgái fölé az Úr, hogy kiadja nekik az eledelt idejében. Boldog az a szolga, akit ilyen munkában talál az Ura, amikor megjön. Bizony mondom nektek, hogy egész vagyona fölé rendeli őt. Hű és okos szolgálóról olvasunk. Ez a gazda elmegy, és a szolgáknak kiadja a munkát. Minden szolgának megvan a dolga. De van egy szolga, akit keres a gazda a szolgák között, és azt mondja, hogy ki lenne az a hűséges és okos szolga, akit kiválaszthatnék egy különleges feladatra, sőt, azt olvassuk, hogy ezt a szolgát a szolgái fölé rendeli az Úr. Az összes szolga dolgozik, de a szolgák közül egyet kiemel, és azt mondja, hogy őt a szolgái fölé rendeli, és egy különleges feladatot bíz rá. Az ő dolga az étel készítés. Mondhatjuk azt, hogy főszakács. Keres egy főszakácsot, akinek az a dolga, hogy ételt készítsen, kiknek? Hát a többieknek. A szolgatársainak ételt készítsen. És azt mondja, hogy idejében adja oda az ételt. A szükséges ételt adja oda mindenkinek azt, amire szüksége van. Boldog az a szolga, akit ilyen munkában talál az Ura, amikor megjön. Milyen munkában találja? Mit csinál éppen? Hagymát szeletel, vagy rántást kavar, vagy éppen vigyáz arra, hogy a palacsinta szépen süljön. Gondoltatok rá, hogy ez egy szakács, akiről itt szó van, aki ételt készít. Boldog az a szolga, akit a konyhában sürgés-forgás között talál a gazda, amikor hazatér. És még különleges jutalmat is kínál neki. Tudjátok, mi ez a jutalom? Azt mondja, hogy bizony mondom nektek, hogy egész vagyona fölé rendeli őt. Micsoda jutalom annak, aki ételt készít a többieknek. Olvasunk bárhol olyat, hogy egy főszakácsnak ilyen tisztessége lett volna? Hát nem. Ez azt jelenti, hogy nagy jelentőségű az étel. Természetes, hogy ebben a szövegben ez lelki gondoskodásról szól, lelki táplálékról szól. Emlékeztek-e olyan személyre, akit az Ura az egész vagyona fölé rendelt? Az egész vagyona fölött rendelkezhetett, irányíthatott és koordinálhatott. Tudtok ilyen szemét? József. Hát József. József egy ilyen személy volt. Mindent a kezére bízott a gazda, azt mondta, hogy hát minden felvirágzik a keze alatt. És tudtok másik ilyen szemét? Gondoljatok a szombatiskolára. Tudtok másik ilyen szemét, akire mindent rábízott az ő Ura? Egész vagyona fölött rendelkezett? Hát az ő házában született szolgája Eliézer volt ez. Majd nézzétek meg, egész gazdagsága fölött ő rendelkezett. Azt mondja az Úr, hogy aki idejében ad eledelt, megfelelő eledelt, az hűséges és bölcs szolga. Mert nem mindig könnyű megfelelő eledelt adni. Személyre szóló eledelt, szükségleteknek megfelelő eledelt. Hiszen gondoljatok csak arra, hogy más étel kell egy újszülöttnek, egy kisbabának, aki lelkileg újszülött, most fordítsuk ezt lelki értelemben, más étel kell egy éppen most megtértnek, aki még tejnek italával táplálkozik Pál apostol szavai után. Más étel kell annak, aki a nagy munkahevében van, erősítő táplálék. Más munka kell annak, aki beteg és ágyban fekszik. Kímélő ételt adunk neki, ugye? De táplálót. Minden életkorban és megfelelő munkakörnyezetben másra van szükség. Ezért okosnak kell lenni a szolgának. Hűségesnek a gazdához, de okosnak is, mert körültekintően kell az ételt megválasztani.
Szeretnék egy olyan ószövetségi történetet felidézni veletek együtt, ami szintén az ételről szól. A Királyok második könyve 4. fejezetéhez lapozzunk. Királyok második könyve 4. fejezetének a 38. versétől kezdődik a történet. Amikor Elizeus visszatért Gilgálba, éhínség volt az országban. A próféta tanítványok ott ültek előtte, ő pedig így szólt a szolgájához. Tedd föl a nagy fazekat, és főz valami főzeléket a próféta tanítványoknak. Egyikük kiment a mezőre, hogy valamilyen zöldségfélét szedjen. Talált is a mezőn egy indás növényt, és teleszette a ruháját vadtökkel. Hazaérve belevagdalta a fazékba főzeléknek, mert nem tudták, mi az. Azután kimerítették a férfiaknak, hogy egyenek, de amikor enni kezdtek a főzelékből, így kiáltottak föl. Halál van a fazékban, Isten embere! És nem tudták megenni. És megállítjuk itt most a történetet. Az első, amit meg kell vizsgálnunk, hogy amikor ott vannak a próféta tanítványok, akik Elizeustól hallgatják az Isten törvényét, és mindazt a tanítást, amit Isten rábízott, ott vannak a próféta tanítványok, nagyon sokan vannak a próféta tanítványok, nevezetesen 100 ember is van ott, 100 próféta tanítvány, és azon kívül ott van még Elizeus, meg ott van Elizeushoz hozzátartozó, akkor Elizeus, mikor látja a szükséget, akkor mond valamit, hogy főzni kell. Emlékeztek rá? Azt mondja, tegyétek fel a fazekat főzni. Kit bíz meg a főzéssel? Kinek lett a feladata a főzés? Kit bíz meg Elizeus a főzéssel? Segítsetek! Figyeljetek! Figyeljetek! Én is erre gondoltam. De figyeljetek! A próféta tanítványok ott ültek előtte, ő pedig így szólt a szolgájához. Tedd föl a fazekat, és főzz valami főzeléket a próféta tanítványoknak. Hogy hívják a szolgáját? Géházinak hívják a szolgáját. Géházi, itt vannak, tanulunk, tanítom az igét, te pedig főzz. És a folytatás az érdekes, mert azt olvassuk, egyikük kiment a mezőre. Kik közül ment ki az egyikük? Géházi ment ki? Nem Géházi ment ki. Egyikük, vagyis mire utalhat ez a kifejezés, hogy egyikük kiment keresni? A próféta tanítványok közül az egyik. Így van? A próféta tanítványok közül megy ki valaki étel után, de kinek lenne ez a dolga? Hát Géházinak lenne a dolga, hiszen rábízták az ügyet. De úgy tűnik, hogy Géházi ezt így ügyesen tovább passzolta. Átengedte. Nem baj az, ha együtt végzük. Hát az nagyon jó, ha együtt végezzük a munkát, másokat is bevonunk, de nem látom Géházit az ügymenetben. Ti látjátok? Nem látjuk, hogy végzette bármit is ebben a feladatban. Kimennek, valaki kimegy, egyikük kimegy, az egyik tanítvány, és találnak valamit, nem is tudják, hogy mi az, de teleszedi a ruháját, hazaviszi, és még mindig róla van szó, mert azt látjuk, hogy teleszedte a ruháját, hazaérve belevagdalta a fazékba. Még mindig kicsoda? A próféta tanítvány belevagdalta a fazékba, mert nem tudták, mi az. Aztán, mikor megfőtt, kimerítették a tanítványoknak, hogy egyenek. És mikor megpróbáltak enni, azt kiabáltak, Géházi! Ehetetlen, ezt kiabálják? Nem Géházit hívják, hanem azt mondják, halál van a fazékban Isten embere. Az Isten embere volt Elizeus. És nem tudták megenni. Szeretnélek kérdezni titeket, vajon mindig hűséges szakácsok vagyunk, mert az Isten ránk bízta a főzést? Mert az Isten ránk bízta a táplálást. Azt mondja az Úr, boldog az a szolga, akit ilyen munkában talál az Úr, amikor megjön. Kire vonatkozik ez a boldog szolga, akit munkában talál az Úr? Kire vonatkozik, a lelkészre? A presbiterre?
Mindenkire vonatkozik. Nagyon jó válasz volt, rám vonatkozik. Az ételkészítést most az Úr mindannyiunkra bízta, hogy megfelelő itellel gondoskodja, rád bízottakról mindannyiunkra bíz az Úr embereket. Nincs kivétel. Mindannyiunkra bíz az Úr embereket, akit lelki táplálékkal kell ellássunk. Neki megfelelő lelki táplálékkal. Az Úr azt mondja, ilyen munkában akarlak titeket találni, mikor megjövök. Ételkészítés és gondoskodás munkájában. És azt látjuk, hogy hűséges szolga az, aki az éhínség idején ételt keres és ételt készít. Géházi egy kicsit kivonult ebből, úgy tűnik ebből a történetből, pedig feladatot kapott, és a többiek készítenek, akiknek nem is a dolga, és nem is annyira tudják, hogy kell ebben a történetben, nem is tudják, mit találtak, valamit akarnak tenni. Mit csinál az Isten? Azt mondja, hogy nem értetek hozzá, nem is jót csináltatok, hagyjuk az egészet. Ezt mondja az Úr. Megoldást keres a helyzetre? Megoldást keres. Nem mondja, hogy borítsátok ki a tököt, ehetetlen, ez halálos. Borítsátok ki. Nem ezt mondja, hanem azt, hogy hozzuk helyre, javítsuk ki. Hát a fáradtságos munkátok nem fog kárba veszni, mert hogy milyen volt a szándék, a próféta tanítványok szándéka. Tiszta szándék volt, igaz szándék volt. El akarták végezni a munkát, bár az eredmény egy pillanatra úgy tűnt, hogy nem sikeres, de az Isten a törekvésüket megáldotta. Megáldotta az erőfeszítéseiket, és eredményes lett a végeredmény, hiszen tudjuk, hogy eredményes lett a végeredmény. Vajon megfordult-e már veletek, előfordult-e már veletek az életetekben? Mert velem előfordult, hogy a legjobb szándék ellenére valahogy az eredmény félresiklott. És nem az lett az eredmény, mint ami a szándék volt. Jó volt a szándék, de rossz lett az eredmény, hogy lefordítsuk magyarra. Vajon előfordult-e már veletek, hogy küzdöttetek, energiát fektettetek bele, dolgoztatok, oda tettétek magatokat, és mégis mikor odaadtátok az eredményt azoknak, akiknek oda akartátok adni, akkor azt mondták, hogy ez nem jó. Ez nem jó. Mit érez ilyenkor az ember? Vajon mi mentek át olyankor, amikor valami félresiklik és rossz eredményt szül? Mindannyiunkkal előfordulhat ilyen. Vajon nem érezzük azt, hogy hiába való munka? Hiába való volt az energia? Vagy azt érezzük, hogy hát gondoskodni akartam, és szegény éhen maradt. Nem tudtam gondoskodni. Hát nem voltam megfelelő személy, mert nem tudtam gondoskodni. Nem volt hozzáértésem, hát éhen maradt szegény. Miattam maradt éhen? Vagy azt mondanánk, hogy hát nagy az éhség, hát legalább egy kicsit egyél belőle, legalább éhen nem halsz. De a legrettenetesebb, mikor az ember a munkája végeztével azzal szembesül, hogy kimondják a mondatot, ez, amit csináltál, ez halálos, mérgező. Ha megennék, amit tőled kaptak, meghalnának. Gondoltatok valamikor arra, hogy amit teszek, mondok, cselekszek, amit odaadok, az árt? Kegyetlen dolog azzal szembesülni, hogy az, amit végeztem, az árt. Az pusztít, az mérgez, az tönkretesz. Az mindenkinek a kárára van. Ekkor az ember összetörik és azt mondja, hogy értékes vagyok-e én, ha ezt teszem? Nem vagyok-e én hiába való? Nem rossz az, hogy bármihez is nyúlok, ha az eredménye halálos? Ez egy félelmetes gondolat. Pedig a szándék jó volt. De kimondták, hogy a fazékban mi van? Halál. Amit főztél, halálos. És csak úgy zárójelesen kérdezem meg, az egész életünk az Isten hozzáadott kegyelme nélkül nem halálos lenne? Az Isten hozzáadott kegyelme nélkül minden, amit teszünk, olyan, mint a piszkos ruha, nem? Az egész életünk produkciója, az egész mindenség, amit létrehozunk, hozzá tapad az önzés, vagy valami más, mindenféle, ami az ember természetéből fakad. Minden fej beteg, és minden szív erőtelen, tetőtől talpig,
nincsen-e testben épség? A Jeremiás könyvében találjuk. Ismeritek? Csupa seb, meg dagadás, meg kelevény. Hú, ez nem egy kívánatos kép. Nem egy gyönyörködtető kép. Vagy olvashatunk más igéket arról, hogy hogy megfertőzött minket a rossz. Az életünk produkciója a kegyelem hozzáadása nélkül a halál fele robog. De ekkor az Isten embere mond valamit. És azt mondja az Isten embere a halálról, amit nem tudtak megenni, azt mondta, hozzatok lisztet. Beledobta azt a fazékba a lisztet, és így szólt. Merítsd ki a népnek, hadd egyenek. Akkor már nem volt semmi rossz a fazékban. Mit jelent az Isten megszentelő kegyelme az életünkben? Mert az Isten a megszentelő kegyelmével érint, hogy aztán minden a helyére kerüljön, hogy minden kisimuljon, hogy minden megváltozzon, és áldás legyen az, ami azelőtt még átok volt. Hogy kiigazítsa a nyelvünkön a szót. Hogy féken tartsa az érzéseinket, a csalódásunkat, a rossz érzéseinket, a bántó szavainkat féken tartsa az Isten. Hogy megváltoztassa a döntéseinket. Hogy átformálja a gondolatainkat. Ez az Isten kegyelmének érintése az életünkben. Amikor amiről látjuk, hogy rossz, akkor egyszerűen kisimul és jó lesz, és áldás lesz. Ez nem a mi művünk, hanem az, amit az Isten hozzátesz. Emlékeztek a sóvárokba vágyott vízre, amikor Márába érkezett Izrael népe a pusztai vándorlás során. És vágyakozó sietséggel oda futnak a vízhez, és lehajolnak, és meginnák a vizet, és mit mondanak, mikor belekóstolnak? Hogy keserű, ihatatlan keserű. És akkor Mózes Isten tanácsára beletesz egy fát, emlékeztek? Beletesz egy fát, és nem volt varázsfa, nem volt valami méregtelenítő anyag benne, hanem az Isten szimbóluma volt benne. Az Istennek iránt való engedelmesség volt benne. Beleteszi Mózes a fát, és egyszer csak a víz meggyógyul. Idézőjelben mondom a gyógyulást. Elmúlik belőle az, ami rossz, és ihatóvá válik, és egészségükre válik. Mert az Isten valamit hozzátesz, valamit beletesz. Itt tisztet, ott meg egy fát, de az isteni cselekvés van benne, amit az Isten tud tenni. Értük, értünk. Hogy legyen élő víz, meg legyen áldású szolgáló étel. Mindannyian oda akarjuk adni a többieknek azt, ami jó, ami hasznos. Áldására tudunk lenni a másiknak. Oda tudjuk adni, amit az Isten az életünkbe áldásul adott, hogy a másik áldására szolgáljon. Hát a példa most nagyon egyszerű. Aki tud főzni, meg aki szokott főzni, és ételt készít, és odaadja, áldás? Igyekszünk szépet és jót, és finomat készíteni, és tetszetőset, hogy az a szemnek is gyönyörködtető legyen, meg az ízlelésünknek, meg az egészségünknek. Az áldás. De áldásul szolgál az építész, aki megszerkeszti és előállítja, hogy aztán otthonául szolgáljon valakinek. Vagy áldásul szolgálhat a zenész, aki felüdíti a szívünket, mert a zene áthangol, örömet okoz, felpesdít, megvigasztal, helyre tesz, erősíti a hitünket. Áldásul szolgálhat a földműves, aki magot vet a földbe. És aztán arathatjuk a termését, és örülhetünk látva, hogy növekszik a növény. Áldásul szolgál az orvos meg az ápoló, aki gondoskodik a betegről, hogy meggyógyuljon. Hogy az Isten tudományt adott, és módszereket, hogy hogyan lehet gondoskodni a betegekről. Áldásul szolgálhat a befektetési tanácsadó, aki azt mondja, hogy hogy kell a megőrzött vagyonodat kezelni, hogy az gyümölcsöző legyen. Hogy mit kezdjél vele. Áldásul szolgálat az informatikus, aki összerendezi a dolgokat. És aztán mindenki hasznára van. Drágáim, mindegyik foglalkozás értéket teremt. De ha pontosabban fogalmazunk, értéket teremthet. Ha
ha benne van az a plusz hozzáadott tény, amit az Isten tud adni, hogy áldás legyen. Jézus azt mondja, én vagyok az életnek kenyere. Én kell, hogy benne legyek, hogy az áldás legyen. Mert vajon mi a legfőbb érték? Vajon mi az a rendező elv, amitől egy cselekedet jó lesz, áldás lesz, vagy ennélkül átok? Ugyanaz a termék lehet áldás és átok, ha nincs benne valami plusz. Mert mondjátok, van-e olyan zene, ami nem áldás, hanem átok? Van-e olyan ház, ami szenvedést okoz és beteggé tesz? Van-e olyan föld, ami nem terem? Van-e olyan terápia, ami megöli a beteget és nem meggyógyítja? Van-e olyan pénz, ami bálvánnyá válik és nem eszközzé a kezünkben? Minden lehet áldás, és minden lehet átok. A kérdés, hogy benne van a fő rendező elv, ami az isteni elv, ami a Jézusi elv, amiben benne van a kegyelem, meg benne van az a tény, hogy Isten a szeretet, és a szeretet szolgálatát akarja ránk bízni. A szeretet szolgálatát kinek-kinek a maga területén, a maga bölcsessége szerint, a maga tapasztalatai alapján, hogy szeretettel szolgáljatok egymásnak. Van olyan, amikor csináltunk valamit, és visszatérünk a konyhába egy kicsit, és megkóstoljuk, belekóstolunk főzés közben, és azt mondjuk, hogy még nem főtt meg, főzni kell tovább. Van ilyen? És főzzük tovább, mert ha főzzük, még jó lesz a végeredmény. Vagy beletettük a rántást, habarást, és csomós, csomós. Csúnyán néz ki, mit csinálunk? Hát leszűrjük, ha lehet, leszűrjük, hogy mégiscsak ne legyen olyan. Vagy azt mondjuk, hogy nem elég ízes, kell még bele só. És ízesítünk rajta, és azt mondjuk, hogy még csinálunk vele valamit, és akkor majd jó lesz a végeredmény. Vagy kiszedjük a tányérba, és ehetetlen, mert forró, hát akkor átöntjük egy másik edénybe, hogy fűtsünk rajta valamit. Szóval próbáljuk megoldani a dolgokat a magunk eszközeivel. A magunk eszközeivel. De nem tudunk mindent megoldani a magunk eszközeivel. Nehéz felismerni és beismerni, hogy külső segítségre szorulunk, mert amit csak tudunk, meg akarunk oldani mi magunk. Miért van ez, testvéreim? Hogy nehéz elismerni, hogyha valaki nem segít, ki kell önteni. Miért olyan nehéz elismerni, hogy valaki kívülről jöjjön és avatkozzon be? Mert mik szeretnénk mi lenni a magunk életében? Mi akarunk lenni a király, a kontroll személy, az irányító, aki megmondja, mi a tuti. Mi akarjuk elintézni, ne szóljon bele senki. Majd én megoldom. Te se szólj bele, majd én megoldom. Az Úr meg azt mondja, hogy mikor jössz már rá arra, hogy szükséged van rám. Mennyire kell elesned, mennyire kell szenvedned, hogy rádöbbenj, egyedül kevés vagy. Szükséged van rám. Mert nagyon kemények tudunk lenni, és azt mondjuk, hogy majd én. Az Isten meg szeretné a kegyelmét kínálni, hogy itt vagyok, segítek, engedd már, hogy segítsek, engedd már. De néha olyan kemények vagyunk, hogy nem akarjuk elfogadni a felkínált segítséget. De milyen jó, hogy van esélyünk felkiáltani. Milyen áldás, hogy az Isten azt mondja, van esélyed felkiáltani, mert hogy itt felkiáltottak, mit is kiáltottak? Isten embere, halál van a fazékban. Mi csináltuk, mi főztük, és halálos, és volt hozzá merszük, és volt hozzá alázatuk, hogy kimondják, hogy halálos. Mi főztük, de halálos. És kiáltanak, és azt mondják, Isten embere halálos. Mi meg azt kellene kiabáljuk, hogy Istenem, ez halálos. Segítségre szorulok, segíts rajtam, könyörülj rajtam. Mert mindaz, amit produkálok, az félre megy. Az rosszul sül el. Az bánt.
az árt. Kérlek, Istenem, könyörülj rajtam, segíts rajtam. Mert éhen halok, és miattam mindenki más éhen hal. Azok is, akiket rám bíztál, éhen halnak. Rádöbbentek arra, milyen fájdalmas dolog, hogy nem csak én halok éhen, hanem mások is miattam. Hogy milyen rettenetes felelősség ez. Mert ha nem főzök rendesen, nem keresem az alapanyagokat tisztességesen, nem kérem az Isten segítségét, akkor nem csak én halok meg, hanem a rám bízottak is meghalnak. Átérzitek ennek a súlyát, ennek a terhét. Ezért kell azt mondanunk, hogy Isten, segíts! Segíts rajtam! Belátom, felemelem a kezem, hogy nem megy. Nem megy, nem tudom megoldani. Szükségem van rád, Uram. És ekkor lesz halálosból éltető, a pusztítóból erőt adó. Van még egy következő kis szakasz, egy következő kis történet, ami megint csak az ételről szól. Itt a Királyok második könyve 4. fejezetében a 42. verstől olvassuk tovább. Egyszer egy ember jött Baál sálisából, és hozott az Isten emberének az első termésből készült kenyeret, 20 árpa kenyeret, meg friss gabonát a tarisznyájában. Ez ugyanaz az Elizeus, ugyanaz a szolga Géházi, és ugyanazok a próféta tanítványok 100-an. Ez ugyanaz az eset, ugyanaz a helyzet. És tudnotok kell, hogy vajon az ember, aki Baál sálisából érkezik, miért hozott az Isten emberének az első termésből, fontos, az első termésből 20 árpa kenyeret, meg friss gabonát a tarisznyájában. Mert hogy ez egy igen fontos ünnep volt. Ezt úgy hívjuk, ezt az ünnepet, hogy pünkösd. A pünkösd ünnepe a zsenge ünnepe volt. Az aratás kezdetének ünnepe. Amikor mindenki elment az Isten házába, amikor még volt Isten háza és templom, és bemutatták a zsenge kévét, az első kévét, amit meglóbáltak az Isten színe előtt. És addig senki nem evett az új kenyérből, míg az első zsenge kévét az Isten színe elé el nem vitték, mint kalász, mint zsenge, és ez az árpa aratás kezdete volt, hamarabb volt, mint a búza aratás, ez volt az első aratási lépés, az árpa, és ebből a friss zsenge, éppen érő kalászból cipókat sütöttek, és ezt is elvitték az Isten házába. De Elizeus korában már nem találják az Isten házát, ezért hova viszi az ünnep szerinti áldozatot bemutatni a Baál sálisából érkező ember? Hát az Isten emberéhez viszi, ha már nincs templom. Mert hűséges akar lenni az Istenhez. De kell, hogy értsétek ennek a súlyát, ennek a lényegét, mert éhínség van. Mert még ez ugyanaz a történet a következő szakaszban. Mert éhínség van. Miért van éhínség? Mert learatják a termést. Befejeződött a nyár, és ezt a termést, amit learadtak, árpát, meg búzát, meg mindenféle gabonát, be kell osztani egészen a következő év aratásáig, ugye? Learatják, betakarítják és beosztják. És aztán elérkezik a tavasz. És az éppen levő maradékból még vetni kell. Mert hiszen ha nem vetnek, nem lesz mit aratni. Ezért a megmaradó búzából, árpából el kell menni és vetni kell. És mikor ezt mind elvetették, akkor már éppen maradt még valami kicsi, és mit várnak sóvárgó szívvel? Mit várnak nagyon-nagyon, ahogy telnek a hetek? Hogy elkezdődjön az aratás. Végre legyen már kenyér. És egyesek sártököt találnak, vattököt, és keresik az innen levő tököt, hogy már legyen valami étel, mert még nincs itt az aratás. És amikor megérkezik az aratás, végre kenyeret ehetnének. De az első kenyeret, hova viszik az első kenyeret? Az Isten házába, az Istennek. Na, a 20 árpa kenyeret nem valami kemencében kelt 3 kilós kenyerekként kell gondolnotok, hanem 20 kis cipócskára gondoljatok, 20 kis zsömlére. 20 kis cipócska, amit elhoz, meg a tarisznyájában a friss kalász, a friss árpa, ami még talán zsenge is egy kicsit.
És mikor megérkezik ez az ember, azt mondja, az Isten szín elé hozom az aratás kezdetét, az éhség közepén, és alig várják, hogy az első kéve után végre elinduló aratásból egyenek majd. De az elsőt odaadják. És mikor megérkeznek, és ott a 20 kis cipó, és ott van a pergelt zsenge aratásból jövő árpa, akkor a legfinomabb, amit elgondolni lehet. Elképzelitek? Valami tököt ettek az előbb, de hát... És nézzétek, mi következik. Elhozza a 20 árpa kenyeret, meg friss gabonát a tarisznyájában, és Elizeus ezt mondja a szolgájának. Add oda a népnek, hadd egyenek. Emlékeztek, mikor Jézushoz odaviszik Fülöpék, meg András a kisgyereket az 5 kis kenyérkével, meg a 2 hallal. Emlékeztek? És mit mondanak? Mi ez ennyinek? Elizeus ezt mondja a szolgájának, hogy add oda 100 proféta tanítványnak az 5 kis cipócskát, meg azt a néhány marok árpát, amit a tarisznyájában hozott. Azt mondja Elizeus Géházinak, oszd ki nekik, add oda nekik, hogy hagyj egyenek. A szolgája azonban így szólt, hogyan adjam ezt 100 embernek. Elizeus, együk meg 2. Hát 2-nknek azért mégiscsak. Egyébként, kedves férfiak, a rég ettetek, na most őszintén. Nem ettetek már rég, csak valamilyen ezt-azt, egy kis tököt a gyomrotokból, hogy legyen valami. Ha nagyon éhesek lennétek, hány zsömlét tudnátok így egy ültőhelybe megenni? Hát most komolyan. Ha várok választ. Meg tudnátok enni 2-t? 3-at? 4-et? 5-öt? Nem ették 2 napja? Na? Szóval ott van. Hány cipó volt? 20 cipócska. Azt mondják Elizeus, azt mondja Géházi, együk meg 2. Együk meg 2. Hát mi ez nekik? Egy morzsa miatt? Legalább mi jól laknánk? Mit mond neki Elizeus? Ejnye Géházi, már megint csak magad felé hajlik a kezed. A szolgája azt mondta, hogy adjam ezt 100 embernek, de Elizeus így felelt, add oda a népnek, hadd egyenek. Mert ezt mondja az Úr, enni fognak, és még marad is. Odaadta tehát nekik, azok pedig ettek, és még hagytak is belőle, ahogyan az Úr megmondta. Enni adni jó, gondoskodni áldás. Gondolta magára Elizeus. Add oda nekik, vagy egy kis csücsköt hagyjál nekem is, csak hagyj kóstoljam már meg. Azt mondta Elizeus, add oda nekik, és még marad is. Drágáim, vannak ínséges idők, amikor nehéz a kenyérhez jutni, de az Úr hűséges és okos szolgát keres, aki táplálja a rábízottakat. Mindenkinek megfelelő ételt a maga idejében. És azt várja, hogy amikor ő eljön az ég felhőiben, kiket lát a fazék mellett? Kiket lát a konyhában, hogy ételt készítenek a többieknek? Mert azt mondja, különleges megtiszteltetést adok nekik, mindenem fölé rendelem őket, mindenemet rájuk bízok. Mert ha ezt rájuk bízhattam, hogy gondoskodjanak másokról, az ételről, akkor mindent rájuk bízhatok már. Az Isten embere, az Úr maga szolgát keres, aki ezt a munkát elvégezhetné. Lehetünk Géháziak, akik úgy kimaradunk belőle, meg lehetünk hű és okos szolgák, akik elvégezzük, akikre az Úr különleges áldását kínálja. Boldogság és jutalom, amit az Isten ígér, mert azt mondja, hogy boldog az a szolga, akit ilyen munkában talál az Ura. Testvéreim, én azt kívánom, hogy mindannyian boldog szolgák legyünk, amikor Jézus eljön. Amen.